Megalkotta a testület az avar és növényi hulladék nyíltéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében belterületen nem lehet leveleket és kerti hulladékot égetni, külterületen pedig évente 2 alkalommal 2 hét áll rendelkezésre ahhoz, hogy égessen valaki. A tervek szerint 2014-től mindenhol tilos lesz a zöld hulladék égetés. Nem vezetik be a bölcsődei gondozási díjat a fehérvári bölcsődékben, hozta meg a döntést a május végi közgyűlés. Harmadszor is azt a döntést hozta meg a Székesfehérvár közgyűlés, egyébként egy hangú döntéssel ismételten, hogy Székesfehérváron továbbra sem vezeti be a bölcsődei gondozási hozzájárulást és díjat. Azt gondoljuk, hogy ez a több száz családnak nyújtott segítség, támogatás ismételten bizonyítja, hogy a város, amikor a költségvetési pénzügyi lehetőségi ezt lehetővé teszik, mindent megtesz annak érdekében, hogy a szociálisan rászorulókon segítsen őket, támogassa különböző eszközökkel. Az ilyen döntések meghozatalához azonban egyenlő közteherviselés szükséges, tette hozzá a polgármester. Ennek tükrében hagyta jóvá a testület a telekadó bevezetését. A telekadó a 2000 négyzetméternél nagyobb beépítetlen telkek tulajdonosait, azaz körülbelül 7-800 embert érint. Az ingatlannal történő üzletelés az egy vállalkozás, ebből származó esetleges bevételek tekintetében azt gondolom, hogy a közterviselés elfogadható, és a közterviselés az talán szükséges is, pont azért, hogy az intézményeinket fönn tudjuk tartani, az utakat föl tudjuk újítani, a szennyvízcsatorna beruházást be tudjuk fejezni, vagy éppen olyan döntést hozhassunk, hogy kevés önkormányzat egyikeként Székesfehérváron továbbra se legyen bevezetve a bölcsődei gondozási hozzájárulás és díj. A polgármester hozzátette, városfejlesztési célja is van a telekadónak, az ingatlan spekuláció lehetőségének szűkítésén túl városképi szempontok is szóltak az új adónem bevezetése mellett. Csökkenhet a hosszú ideig beépítetlen elhanyagolt telkek száma. A mezőgazdasági műveléssel érintett területek, a zárt kertek, valamint a beépített ingatlanokhoz tartozó telekrészek nem lesznek adókötelesek.